Tolnán is elkezdődött a 65 év alattiak oltása. Dr. Barna Györgyi vezető háziorvos szerint a városban nagy az oltási hajlandóság, sokan regisztrálnak. A háziorvosok jelenleg Sinopharm és AstraZeneca készítménnyel vakcinálnak. Jól mennek a dolgok Tolnán. Az oltás valóban a 65 év felettieket már sikerült beoltani. Most a 60 év, körülbelül itt a 60 év a határ, ahol mehetünk vissza, tehát mehetünk a fiatalabb korosztály felé. Itt a házi orvosok, a tekintélyes adminisztráció mellett, meg tényleg a rendelés idejük mellett nagyon jól haladnak az oltással. Lehetne több oltóanyag, és akkor még jobban lehetne haladni. Többféle oltóanyaggal, ugye az oltópontokon is megy az oltás, meg itt a háziorvosi körzetekben is, a Pfizer oltóanyaggal részben, főleg az az oltópontokban van, illetve a fekvőbetegeket oltják ezzel, az idős fekvőket, és akkor az AstraZeneca-val is történt oltás, a kínai oltóanyaggal és a Sputnikkal is. Tehát ami forgalomban van, azzal mindegyikkel. Abszolút hiszek minden védőoltásba. Tehát akkor, amikor mi gyerekgyógyászok 2 hónapos kortól kezdve oltjuk a gyerekeket, és nincs ezzel kapcsolatban semmi kételj, hogy ez jó, akkor egy ilyen világjárvány kellős közepén én úgy gondolom, hogy nagyon is meg kell ragadnunk azt a lehetőséget, ami védhet ellene. Azért nagyon fontos a védőoltás, mert ezt már több helyen hangsúlyozták, hogy ezt a járványt, ezt sajnos egyéb eszközökkel nem lehet visszaszorítani, csak ezzel ezekkel a védőoltásokkal. És már olyan sok védőoltást beadtak a világon, hogy bebizonyosodhatott az, hogy az úgynevezett mellékhatásai vagy szövődményei annyira elhanyagolhatóak az oltásoknak, hogy az előnykockázat szempontjából az előny az nagyon magasan vezet. Tehát igaz, hogy a mutáns vírusok, ugye ezek a vírusvariánsok megjelenésével hát a tünetek, a betegek száma elsősorban, a betegek száma az nő, a tünetek rosszabbak, a fiatalabb korosztály támadja, tehát amiről minden nap hallunk, de ha be van oltva valaki, akkor legalább annyi biztonsága van, még a mutánssal szemben is, hogy a tünetei enyhébbek, elkerüli a kórházat, a lélegeztetőgépet. A doktornő arra szeretné felhívni a figyelmet, attól, hogy valaki megkapta a koronavírus elleni oltást, fontos, hogy továbbra is tartsa be az óvintézkedéseket, vagyis tartson 1,5 méteres távolságot, fertőtlenítsen és viseljen maszkot. Főleg a fiatalabb korosztály az, aki elutasítja az oltást, mert egy ilyen, hát én úgy érzem, hogy egy ilyen hamis magabiztosság van bennük, hogy nem lehetnek betegek, de hát sajnos az utóbbi adatok azért ezt megcáfolják, hogy nem egészen így van. És az alapbetegségek, többnyire arról hallottunk idáig, hogy idős, krónikus beteg halálozott el, de hát ez már korán sincs így. És ezek a mutáns variánsok sajnos szaporodnak, és feltehetőleg, hogyha majd megtörténik ugye a nyitás, akkor még inkább szaporodni fognak, és akkor ha nincs meg ez a bizonyos nyáimmunitás, ugye az 50-60% védettség egy populációba, akkor azért az egy újabb hullámot tud elindítani. Nagyon jó dolog, és ugye a napok eseménye az, hogy a kismamákat, a terheseket, meg a szoptatós anyákat is lehet oltani, és nagy is az érdeklődés, úgy tudom, hiszen ugye hallottunk halálesetről, és a gyerekek oltásával kapcsolatban az én magánvéleményem az, hogy hamarosan el fog jönni az az idő, amikor a gyerekeket is be lehet majd oltani a COVID ellen, mert abszolút nem elhanyagolható azon gyerekek száma, akik hordozók, illetve betegek, csak enyhébb tünetekkel.